vámpír. Hello! Sziasztok, srácok! Ez egy újabb Dead by Daylight live lesz. Lehet, hogy picit túl közel van a mikrofonom. Na, várjál. Meg lehet, hogy picit hangos a játék. Egy apró moment. Na, majd talán így. Üdvözlök mindenkit itt a live-ban. Ez a zene csillagos ötös. Nagyon szeretem a vámpíros tematikát, a vámpírokat, horrorfilmekből is a vámpírosok a best ever, úgyhogy engem már megvett, mondhatni. Jó lesz. Te ez a zene. Tetszik. Na, akkor mindjárt bele is csapunk. Nagyon hangos lesz a zene szerintem amúgy, de... Tehát most kit érdekel ilyen szempontból? Mármint, hogy nyilván halkítunk egy picikét. És akkor így. Talán jó lesz. Na, srácok. Üdvözlök mindenkit, aki már... itt van és megérkezett. Még van, aki írta, hogy most tölti le. Oké, srácok, már itt vagyunk. Abival beszéltük, hogy ő mindenképp jön, mert mesélni fog nekünk, meg minden. Úgyhogy ez 100%. Hello, John és Lady Roses Havel. Ti voltatok a leggyorsabbak most, ez őszintén amúgy meglepett, mert ennél azért általában a horror játéknézőim azok sokkal gyorsabbak szoktak lenni. Na, a zenén halkítok. Mizu, nemrég értem haza munkából, Lady Roses Havel, te hogy vagy? John, igen, ezt akartam is mondani, hogy most lesz szeptember, tehát aki szeretne tagságot, vagy tag lenni, most érdemes, mert 30%-os kedvezmény van rá a több hónaposra is, tehát hogy a 25, nekem 30-at írtam úgy, legalábbis Baxin elnéztem a Nintendo dolgok csatornánál, úgyhogy... Úgyhogy érdemes, srácok, akár az egy hónapos, három hónapos, vagy a fél éves tagságot most előfizetni. Úgyhogy, illetve ha valaki ajándékoz tagságot, az is tök király, meg csírek, de akkor így ledaráltuk gyorsan az elején, és akkor nem kell folyton reklámozni a támogatási módszert. Amúgy se sok hiányzik szerintem ahhoz, hogy az első kis bevételünk meglegyen Twitchből, amiért nagyon hálás vagyok nektek, úgyhogy köszi. Na, srácok, elméletileg, mióta nem volt Dead by Daylight Live, de még egyszer, mióta nem volt Dead by Daylight Live, bejött Tomb Raider és most a Vampir, nekem egyik DLC sincs meg, de mind a kettő ott van a kívánság listámon, úgyhogy várom, hogy akciós legyen. Azt nézem, hogy Abi, te gyere a Discordon, abban a chatben, amin szoktunk beszélni, de mindig arra kérlek titeket, hogy csak az jöjjön, aki benn van játékba is, úgyhogy ha be tudsz lépni, mert még ugye dolgozunk a későbbi fázisokon, most fejlesztések, stb. Tölt még a game, semmi bajes, itt leszünk egy darabig, és akkor majd reagáljatok, hogy halljátok-e Abit, meg én nekem is kellene, bocsi, hogy elmegy néha a hang, csak ugye állítgatom a két képernyő közt, mert muszáj lenne hallanom, hogy ő milyen hangos. Hello! Nagyon halk vagy a zenéhez képest. Várj... Nem tudok állítani rajta, nem tudom most rába, amióta hazajöttem, nem a legjobb a fejállgató. Én adok rád, a zenéből meg lejjebb fogok halkítani, mert az kegyetlenül ordít a fülembe. Audio... A menu music, ezt levesszük a fenébe, így. Jó, egyből kellemesebb. Na, szia! Hello!
Téged vártunk a játékkal, ritkán szoktam ilyet megengedni és megcsinálni, hogy addig nem játszok, amíg valaki olyan játékos nem jön, akivel szeretem a játékot, de a Dead by Daylight az pont egy ilyen. Úgyhogy hazavártunk téged, Hali Pati. Először is, mit szólsz a két update-hoz, aztán utána rád is rátérünk a játék közbe, mert ugye kb. Azt hiszem kettő nagyobb dolog volt azóta, meg olvastam, hogy lesz valami 6 vs 2, vagy 8, valami ilyesmi. Hát az már volt. Tehát úgy volt, hogy a nyáron voltak ezek a nagy dolgok. Á. Volt ez a kettő killer és 8 survivor. Nem tudom hangosabbá tenni, srácok, azt mondják, hogy még mindig halk, vagy fölhúztam Vágy, maxra a mondja, Discordot. megpróbálom én is, Jó. elnézést. Talán így? Én Nem is nekem, ne, vettem. nekem maxra fel vagy húzva, úgyhogy Vagy így? én így most szerintem jobb lesz. Ezt tudom nyújtani. Nem Amúgy. változott semmit. Na várjál, bele kell hallgassam. Beszélj. Most talán. Talán Nekem így. hang sincs. Jó. Ja, Ja, na nincs megállt. hangom. Most Jó, na, feljebb vettem, nincs nagyon megállt. magasra vettem. Teljesen jól lehet hallani, én nem tudom, mit mondtok, srácok, nem tudom, John, te min hallgatod, de hogy gyakorlatilag telefonon tökéletesen lehet érteni, amit mond. Én most azért nyomtam be telefonon. Most megnézem én is a saját hangomat. Hát, most tűrhető, Érthető, azért szerintem. mondom, hogy akkor cserélj füles, John, akkor az egy szar, dob ki a kukába. Tényleg. Meg én annyit tudok, hogy még egy picit lejjebb veszem, de tökéletesen lehet hallani telefonon. Így. Közben elindíthatunk majd egy meccset. Oké, és gyors lépek fel, mert eddig elsősorban rohangáltam. De ne mondd, de más se csinálok én se. Mármint de. Láttad a Star Wars gémet? Igen, de nincs annyim. Tehát, hogy egy olyan hol... De valami amúgy a mikrofon meg cseszett hangos, végig piros bugra. Jó hallottok engem amúgy? Vagy mi a szar? Hangosabb a mikrofonom, mint szokott. Hát én láttam kiegészítővel 60 ezer ér, vagy 61 ér, úgyhogy annyiból már veszek egy dupla monitort, vagy egyet, de elvileg 25 ér van az alap, vagy 28, nem néztem annyira, de 61 volt, amit feldobott először a Epic. De azt hiszem, hogy 25 körül van minden nélkül is, és most annyim sincs eltéve rá, tehát hogy igazából én ugye a Life is Strange-et várom majd októberben, az új Star Wars játék tetszik, a Wukong tetszik, de kétlem, hogy bírja a gépem. Ez a kettő igazából 25 EU vagy húf, hát 25 euróért megvenném. Mindjárt megnézem, várjatok, most már elindít. Addig legalább hallnak téged, mert lejött a zene. Megnézem most már, mert amúgy szemeztem vele, meg igazából szeretném is játszani, csak gyakorlatilag most nyáron nem tartalékoltam, most nyaraltam. Meg még ugye megyünk még. Hát gyakorlatilag, amit ír, bla bla bla, Star Wars Outlast. Hey, muta erre átvárt. A Wukong az 21 ezer, de a Wukong az szerintem nagyon erős gépigényű. Új Star Wars, aha, ezért nem vettem meg. Akarod hallani, John? Dupláz majdnem a 25-öt. Figyeld, bemásolom ide a chatre, figyeld, ennyi. Hát ez nem az én kategóriám. Viccelek ám, csak szopatlak, az a Gold Edition. Bocsánat. Az alapjáték itt van. Csak alapvetően azt adta fel. Az Ultimate hát az... az se olcsó. Nem, az Ultimate meg 48 ezer. De jó ég. Ugye a DVD-nek is most jön majd egy új játéka. Meg majd jön a Harry Potter Quidditch is, de igazából azt nem tudom, hogy szeretném ezt. Szia, Pro Hungary! Mert igazából az egy sportjáték gyakorlatilag a Quidditch, tehát hogy lehet szépíteni. Azt már úgy reklámozták viszont a trailerbe, hogy no microtransaction, tehát kihangsúlyozzák, hogy nem lesz mikrotranszakció. Érdekes, érdekes. Epiken nem lehet giftelni még. Biztos behozzák meg azt a funkciót. Epiken nem lehet, Steamen nem. Steamen is ugyanannyi van szerintem, de mindjárt rákeresek a Star Wars-ra. Az a Battlefront. Mi a címe? Ja, mindjárt nyugi DBD-zünk is, csak amúgy tényleg le voltunk maradva a dolgokkal, úgyhogy
Outlaws, nekem a Close rém lett, de hogy mi a szarér? Outlaws, hát pedig az csak Epic-en van. Steam-en nincs. Úgyhogy az szed. Epikes. Jó. Na, mi újság van? Főnix, a Pro Hunger itt lefőnix. Ez úgy, gyerekek, éreztem, hogy többet kellett volna pihennem. Jó, mindegy. Igazából így játék megjelenésekből ezeket várom jelenleg, más különösebben nem. Hogy is? Ja, teambe kellett, be kellett hívni, ugye? Igen. A Survivor-be. Jó helyen Dik. voltál. Aha. Az is jó, hogyha... Igen, csak 1000 éven. Várjál, várjál. Oké. Csak visszarázódunk. És akkor ide kell téged behívni. Valamiért nem jelzi, hogy online vagyok, de mindjárt itt vagyok. Jó, megjelentél. Én nekem meg miért egy alap izét rak be, amikor ez nincs is kifejt. Tiszta hülye a játék. Valami nem lesz. Ó, csezd meg. Nem tudom. Várjál. Hol vannak a fejlett karaktereim? A legfelül. Legfelül? Nekem ottan nincs. Ezek azok a karakterek, amik ugye nem ír az, hogy pénzbe kerülnek. Hát de nekem már, várjál, volt kiegem. Miért egyes szintű? Miért vannak levíve? Hát a, nem a szintjük egyes, hanem ugye a presztízsük, de ugye a szint az ott írja, hogyha ráviszed a kurzort a karakterekre. Majd ott a ráviszed a, erre a Steam-re, level 2. Level 1, level 1. Ja jó, már azt hittem, hogy kitörölte az eddigi állásokat, mert meg is őrülök. A Yoichi, az például, ő már volt level 50-es, és akkor olyankor reszetel a szint. Ja Tehát ha tényleg, ezt prestige egyszer 1, akkor... beszéltük. Igen, akkor már meg volt egy. Ezt Ugye meg megnézzük közben. az új Battle Pass. Oké, es nyugodtan, nálam beakadt a live, egy kicsit szórakozik a wifi. Nekem elvileg megy hibátlanul. Ú, de jó kidolgozták, meg mondjuk kíváncsi vagyok a pályákra is. És mit szólsz amúgy ahhoz, hogy jön FNAF pálya, meg FNAF kollab jövőre? Ez érdekes lesz, hát még ugye nem tudjuk előre, hogy pálya, de azt gondoljuk, mivel ilyen hamar jelentették be, mivel egy évre rá, így valószínűleg az lesz, hogy karakter meg pálya. Mert ugye ez egy ilyen hatalmas nagy kollab volt, azt hitte mindenki, hogy a Fortnite-tal lesz a Igen, FNAF. beetettek rendesen minket. Szerintem jó lesz, reménykedek. Oké, John, kitartást és a vizsgálatra, oké, hello, hello. Jó, na, és akkor visszatérünk. Akkor mehetünk egyből. Mert esnek még telepít. Meg vagyunk. Csak vissza kell rázódni, áprilisban játszottuk utoljára, srácok, tehát Igen, hogy azért igen. bénázok ennyire, mert retek régen volt. Oksi, viszont a nyáron a Phasmophobiát toltuk meg hasonló horror gamenek, azt amúgy megszerettem, úgyhogy majd az még lesz. Azt Ja, is az is szoktad jó játék. tolni? Hát aha, néha megvan az a játék is. Oké. Ha úgy van, hozok mapoferinget, hogy mondjuk tudjál játszani az új DND-s Oké. pályán. Jó. Mert még szerintem az is kimaradt A neked, a D&D Dungeons az is Dragons-os. kimaradt, a Tomb Raider-es is, meg most a Igen. vámpíros is. Bár mondom, hogy a vámpíros meg a Tomb Raider-es, mikor akciós lesz, majd tervezem megvenni, csak jelenleg nem láttam, csak normálára. Nem vészes, 5 vagy 6 euró az egyik, a másik meg azt hiszem 8. Igen. Már nézegettem tegnap még. Most le vannak azt hiszem egy pár DLC árazva. Tehát az én LMV-k volt, azt hiszem. Aha. Köszi az infót, hogyha valakit esetleg érdekel, akkor nézze meg mindenképp. Ja. Most ilyen 50%-osan vannak, azok jók.
Na, és akkor mesélsz egy kicsit a táborról, vagy amin voltál Persze. külföldön? Hát ugye ilyen olyan programon voltam, hogy Magyarországról kerestek diákokat akár, vagy felnőtt embereket, akik szívesen kimennének táborokba, ilyen amerikai táborokba dolgozni a nyárra. És ugye ez egy ilyen megszabott időre mennél ki, tehát hogy én ugye 8 hetet voltam, van, aki tovább is maradt tudtommal, volt, aki kimaradt szeptember 1-ig, Oh. kimarad, tehát ez attól függ, hogy tartja kedved, mert ugye ahogy végeztél, utána elmehet utazgatni Amerikába, én is így tettem egy napot, ott maradtam azért, Na persze, szétmentem hogy New egyből Yorkba, meg berobbantok. ilyenek. Megtalált! Ó, ki a killer? Hogy néz ki? Bohót szerintem. Vagy hát ilyen sárga kabát a 100%. Nem. De a bohóc. Vagy bohóc, vagy... Igen, az Elkapott. bohóc. Jó, majd mindjárt megyek, ezt megmentelek. Nem volt jó ötlet egyből generátorral kezdeni, mikor nem tudtam merre van. Megyek, Szed. megmentelek amúgy. Oké. Tudom, merre indult, de szerintem pont felénk jött, aha. Jó, hát szerintem észre Jön az fog. egyik társunk, a szőkehajú lány. Akkor ő megment szerintem, mert Bólogatott is muszáj ez. kettőt. Jaj, bedobál ezzel a közével. Gyógyít. Jó randomot kaptunk. Akkor Meg jó. vagyok elégedve. Mert a generátor, az még rajtam van a Csináljuk. gyilkos. Amúgy valami jelzés, hogyha bólogat, mert Hát az lehajolgatott, meg csak, bólogatott. igen, az ilyen adott barátságot jelzi a Aha. Survivoroknál, a killereknél pedig azt szokta, hogyha mondjuk a killernek csinálja ezt a Survivor, hogy t-bag-el, tehát az hogy nem, az bunkóságnak a jele. Killereknél, én azt Oh-oh. vettem eddig észre. Jó, elkapott engem is, de egy generátor lassan beszerel a másik csapattársak, szóval ez úgy jó. Jó, ha mi dolgozunk egyen, csak ott visz téged. Ez nem volt jó ötlet. Próbálta blokkolni a killert, hogy ne bírjam mozogni, de nem jött össze. Na mindegy, egy kész van, az jó. Lehet felétek megy amúgy. Igen, baj van. Tudja, hogy én vagyok a gyenge pont, mert engem már akasztott egyszer. Merre vagy? Elbújtam itt hátul. Jó, látlak, jövök, meghillellek, itt vagyok mögötted. Jó. Merre? Közös hílelés. Lehet majd ide jön amúgy. Biztos is. Látta a vérnyomainkat. Meghílelek-e, meghílelek én. Mert én gyorsabban hílelek. Oké. Csak. Utána meg megyek és leszedem őket. Hílelj meg te is gyors. Köszi, nyomom. Aztán keres. Itt hallok mögöttünk egy generátort, ha jól Igen, azt hallom. kezdtük el. Jó, akkor ezt folytathatod, és akkor én meg leszedem addig a két embert. Mármint én ott bent a házba levőt mondom. Jó, oda, ad, igen, oda menj, és addig leszedem őket. Óvatosan. Dolgozok az ügyen. Jó, egyet leszedtem. Tudja, hogy itt vagyok, muszáj elmennem. Shit. Jó, legalább le van szedve mind a kettő ember. Folytathatod a generátort, mert itt van, engem cipelt. Okay. Oda megy majd a két is, azt meghillelheted. Megtalált minket. Meneküljetek. Rád megy, vagy a másikra? A másikra ment. Másikra. De amúgy nem tűnik rossz mapnak.
Igen, hát ez úgy volt, hogy ez ilyen Tetszik. pirosos volt régebben, most meg már ilyen kékessé tették. Hello, Szabi. Hello. Vagyok, de nem baj az. Nem tudom ki az, de mondtam, ja, hogy majd... Jócsi! Szia! Hello. Majd léci lép ki, mert csak amikor meccsbe vagy, akkor legyél benn, köszi. Jó. De jössz majd játszani? Aha. Jó, hát, jó. Mondani, hogy jövök. Na, akkor meg is leszünk, mert S is jön már, rakja fel. Szuper. Nagyon szupi, szupi, szupi. Na, nem is maradtál le sokról, mert első meccs. Akkor jó. Hát ilyen 11 óra 50 körül keltem, és akkor láttam, hogy utána, amikor így ébredeztem, hogy a Vigél írt. Ah, értem, megkérdeztem, értem. Hogy... Már amúgy teljesen kiment. Ó, egy generátor már megvan. Csak hogy teljesen kiment, hogy máma live van. Ajjaj, pedig ezt azért én is vártam, hogy legyen. Igen, Julcsit nem fogod jobban hallani, mert Abigail-le is szerakodtunk, de Julcsi alapból halk. Igen, majd tervezek új fülest venni. Sajnos nem tudok mit csinálni. De nem baj, játékban aktívabb lesz, mint hogy halljátok. Ja, a hasznát látni fogjátok, srácok. Én nekem annyi. Uh-oh. Majd nézem addig, hogy ki merre van, és jó, infózok. Meg úgy is hallani fogjátok, srácok, ugye Ashnek is már új mikrofonja van, azóta ezerszer jobban halljuk. Múltkori Fortnite-ban már hallottuk. Tényleg a technikai része az tök jó. A Pikachu megijesztett, köszi Amy, hello! Mi újság, Szabi, Amy, hogy vagytok? Délután meg rémenezni fogunk. De hogy mikor azt meg ne kérdezzétek, mert lesz majd közben egy ebédszünet. Én még egy ember kannyi. Én csinálom a generátort, 3/4-ig megvan. Szerintem lehet be tudod fejezni. Ó, inkább hagyd ott, hagyd ott. Nagyon jön. Ó, basszus, pont szembe kell jönnie! Végem. Oda elérsz oda... ...befele. Esélytelen. Nem baj, mert még... Még nem... Még neked van még egy... Még húkod. Nekem van. Jó. Au! Jön mindjárt társunk, azt látom. Most leszed, aztán szerintem azt mutatta, hogy fuss el. Az lesz, mert most visszajön nyilván. Próbálj meg úgy menni a szélen, hogy olyan generátor keresni, amit a szélen van, és akkor legalább az lesz, haladni. Az lesz. Hát a házba levő. Ez pont jó. Azért jó, hogyha jobb klikkel kattintasz rá, akkor amúgy a toolboxodat beleteted. Nem jó. Gyorsan, szóval. Ó, ott van. Menj már, inkább a másik sarokba fuss. Azt akarom, azt akarom. Nem baj, belerázódunk. Az eredeti, ami PS1-en volt, pár száz forintért sikerült megvennem. 300 forint vagy 400. Amúgy próbálj meg a szélen menni majd, ha elhasználtad a toolboxot, és meg tudod menteni szerintem. Oké. Okay. Ó, oh, nem, akkor viszont engedd el. És szerintem kezdj el rohangálni, keresni kell majd a hatchet. Igen, csak még mindig elfelejtem, hogy néz ki. Úgy néz ki, mint egy ilyen... Mint a Star Stable-be. Azok a... Kis... Ilyen hűtőnek neveztük őket, és ilyen... A földön van egy ilyen... Kocka. És milyen színe van? Fogod. Fehér. És ki van nyitva, és ilyen fekete... Hát egy fekete lyuk úgy néz ki. De majd hallani fogod. Jó. Közeledsz. Szóval ne a map széle fele menj, mert arra nem mindig van.
Hát ez baj. Pontot volt, becsukta a bohóc. Oh no! Pedig közel volt. Se baj. Nem baj, megpróbáltuk megkeresni. Mondjuk négyen könnyebb lesz, mint randomokkal, azt igen, azért igen. Teszem. Egy akasztott Dave. Na, ahhoz jó sok nyugtatót kívánok előre, kell majd. Kell. Emlékszem, a Rayman az van annyira szivatos, mint a Crash. És akkor Est meg Julcsit mindjárt behívjuk, hogyha fent vannak. Jó, ez bemelegítésnek teljesen jó volt, de hogy mindig bohócot kapunk, ha live-on, live-on kívül alig amúgy kapok tényleg bohócot. Tehát, hogy... Kaptunk egy csomószor. Igen. Crash egy gyerekjáték a Raymanhez. Nem, a Crash egyet én nehezen... Nekem a Crash 2-3 jobb volt, mint az egy, nekem nehéz volt az egy. De kaphatnánk új cuccokat, azt én is várom ellenségbe. Meg amúgy, ha mész a shopba, tudsz leklémelni napit. Várjál. Store-ba? Igen, és akkor rámész oda, hogy featured felül. Aha, ja tényleg. És akkor ott a weekly free gift. Ja, free gift, aha. 250 vérpont. Meg hogyha beírod azt, hogy ott van alul, hogy redeem kód. Igen. Akkor beírod azt, hogy The Dark Lord. Ugye leírom a chatre. Így. Csak így. Volt ilyen Yu-Gi-Oh kártya. Igen, és akkor ezért kapsz... egy képet, ilyen hátteret kapsz. Meg egy profilikont a... Oh. A tematikában. Amúgy rohadt jól néz ki a vámpíros ruhák. Kell ez a két DLC. Nagyon adom. Na, üdvözletem. Hello, hello. Hello. Na, akkor hívunk mindjárt be. Oksi. Nekem valamilyen furcsa módon, nekem azt írja ki az Abira, hogy itt meg Rádi. És hogy jelenleg még megybe vagytok, szóval joinolni nem tudok. Pedig most hívtuk meg az Est is. És most az Estre tudsz, hát ha. Uh-huh. Na. Jó. Meg vagy. Nice. És hát még nem vagy itt, de... Szerintem most fájni fogok engem. Ettől a játékban meg kapkodni fogják. Ah, oh, de jó szetted van. Mehetünk. Ah, itt egy kis. Ah, ez az új túlélő itt magam. Igen? Na. Ami a vámpírosban van? Aha, az új killer-i. Tudjuk úgy, hogy majd megnézzük a vámpíros pályát, meg a Tomb Raider-est is? Hát nincsen. Az a baj, nekik ja. Nincs pályájuk. Ó, oh, pedig abban reménykedtem, hogy jó Dracula kastély. De úgy van, hogyha Dracula elejátszol. Mondja, Dabi, mert ha egyszerre beszéltek, megszakad a igen, azért, hang. Igen, azért izeltem, hogy akkor elmaradok. De mondtad, hogy úgy, hogyha akarod. Nem, hanem ugye Draculának, ugye Larának nincsenek pályai, hanem ugye, ha Dracula ellen játszol, ugye látni fogod a kastélyt a pályán kívül, ami jelenleg éppen vagy. Uh-huh. Ja, hogy háttérbe. Aha. Igen, hogy azért mi is elvettük volna, hogyha legalább azért megnézhetnénk Dracula kastélyát, de hát nem úgy jött össze nekünk. Na, ez picit csalódás, pedig bíztam volna benne. Szia, Tifi! Viszont a D&D-s mapot, az igazom az offeringet, hogy az beadja, az jó lesz szerintem, az is egy ilyen torony. Aha, jó, le tudsz rendben. Menni a pincébe, majd meglátod, nem spoilerezek. Azt mondja, Tifi, jaj, már itt is van reklám. Hát valamiből kell vegyek kegyeret, ne viccelj már. Eddig Twitchen nem volt, dehogy nem volt. Több mint egy hónapja van. Én nem érzékeltem. Ja, megvan gyerekek, igen, aki előfizető, annak nincs reklám, hát azért nem érzékeltétek sokan. Ki is szokta írni, hogy 21 embernek nincs reklám. Innen is köszi szépen, srácok. Csak ez a baj, hogy tegnap előtt intéztük el azt, hogy fölmondottam a takarékos kártyámat.
Á, értelek. Tényleg viszont reklámhelye, hogy most van ilyen szeptember, most 25%-a olcsóbb az előfizetés 1, 3 és 6 hónapra. Ezt szeptemberben sokszor fogom mondani, mert én is például így fizettem elő most a Baxira. Igen? September. Hát az, Igen, elég az a hülye neve. név, fáj is. Fáj. Hát elhiszem. Mikor én ezt elkezdtem olvasni ma, meg bedobta a pofámba, mikor beléptem a Twitch-re. Igen, de mondjuk kreatív, tehát tény. De Igen. most nem akarunk betölteni? Én is azt várom, hogy valakinek a gépével valami van. Na, csak mondani kellett. Na ez megint nem az a pálya, az a baj. Vagy de? Nem. De ez az De, utolsó, na. van Hol vagy, Dave? Mert... hogy a... Házba! Bent vagy a izé? Ja, várjál, tudok én. Megyek, Itt van egy megnézem. pince. Igen, megyek oda. Valaki van itt. Oké. Hello. Szia. Hello. Ja, ez én vagyok. Hello. Hello. Jó, Itt ez vagyok az én itt is. van. Na, Na, sziasztok. Na, hello. gyertek. Ügyesen Követjünk. látta szerintem. Nem. De lehet ez, igen. Nem. Most játszok először a játékkal azóta, mióta megvan állattuk. Valami dalolászik. Na itt megyünk oldalra. Jó, Most jövök. nem érdekel, semmi, ez most egy ilyen menő. És akkor, hogy bemegyünk a kapun, mert itt van egy ilyen kapu. De menő! Menjetek be a space-szel, azt hiszem. Oké. Mindenki menjen le, és akkor itt egy ilyen Ó! dungeonbe vagyunk. De ugye nagyon jól néz ki szerintem. És már dobog a szív, akkor itt az ellenfél valahol. Igazából itt szét tudunk nézni, nagyon jól néz ki szerintem az egész pálya. Üdvözlök mindenkit a Gates, vagy izében, Baldur's Gate-be. Igen, Egy kicsit. kicsit Meg olyan ilyen... feelingem van. Meg a... Ja. Amúgy tényleg nagyon jól lett szerintem ez a Itt egy pálya. trón tüskékkel, ez itt a trónok harca is lehetne. Akár. Igen. Igen. Igen, mindjárt megkeresem. Meg itt még azt akarom mondani, hogy van egy nagyon jó szoba. Ilyen, gyere erre. Várjál, csak fal. Menjünk itt vissza. Ja, itt a... Hol mentél vissza? Várjál. Itt, Ott, jövök. Hossza. Amúgy vannak ilyen menő lovagos dolgok. Na, ha már úgy is jön Na ezt a szóba itt is a lovag felmenni, de cucc. most nem menjünk fel. Mert Aha. most ezért akarom megmutatni. Oh-oh. Mondtam, hogy felment a Huntress. Itt is vannak ilyenek. Valahol akarom mutatni egy ilyen vicces izét, és hát nem vicces, én meg akar, megijeszt egy ilyen... Ó, itt Jó. van a killer, amúgy... Szóval Igen, azt meg a mondom. futás! Futás erre, vagy nem tudom. Várjál, beállok eléd, és akkor engem fog üldözni. Addig nézelődjél még. Jó! Nem, akkor téged üldöz valamilyen. Mert én vagyok a streamer, azért. Mockosz kis hobbitka. Adnák egy Gollum killert. Ahol látta, hogy bejöttem a szekrénybe, végem. Akarok egy gólamos gyűrűkurás killert ide. Az nagyot menne. Lecsapotta, hogy kimásztam az ajtón. Úgyhogy mászok kint. De... De amúgy nagyon jól megcsinálták a pályát, úgyhogy... Igen, Émi legalább a Twitch-en olyan reklámokat dob, ezt adom. Igen, én azt kerestem, de annyira nem találtam a... Felakasztottak lógok. Ajaj. Úgy is Igen, mindjárt karácsony. Hát amúgy, ja, durva gyerekek, hogy már vasárnap szeptember 1. Eltelt a nyár. Köszi. Arrébb kéne mennünk, nem? Köszi.
nemrég kezdtük a 2024-et, az most jön a 2025. Nagyon durva. Jaj, megijedtem tőletek konkrétan. De amúgy... Na már jössz, öcsém. Ha egyszerre beszéltek, elnyomod a Julcsit, nem értek semmit. Bocsánat. Nem, ez ezért nehéz, srácok, amíg nem lesz mindenkinek ugyanolyan technikája, így is a modikat megkérném, Szabi, hogy néha dobjátok be, hogy tudunk róla, hogy nem mindenki hallatszódik jól, de nem tehetünk róla, mert lesz karácsony Julcsinak egy mikrofonra. Vagy valami, vagy egy erősebb füles, vagy én nem tudom. Vagy azt tudom csinálni, hogy átjövök telefonra, azt hangosabb leszek. Szerintem az rosszabb, mert azt már egyszer próbáltuk, azt hiszem. Igen, az azért nem jó. Én hallak, csak hogy mondjuk amikor jön a killer a fülembe, akkor biztos nem hallatszódsz. Már láttam sok helyen, hogy tanévnyitót live-olni fogják, már most vannak visszaszámlálók. Ki a tökön fog tanévnyitót live-olni? Ki fognia nézni? Én biztos nem. Tanévnyitót live-olni, mi a szarér? Na, merre vagy, Dév? Bujkálok oldalt hátul. De akkor fent vagy? Nem, kint. Lent. Mármint úgy fent, kint vagy nem a kastélyba. Hát nem. Oké. Okay. Próbálkozok mindennel. Szia, Kiara! Jó. Mindegy, mert megmutatom a másik szobát, de csináljunk generátorokat, mert itt csak egy van készen. Jó. Mindjárt olvasom tovább a csetet, srácok, csak... Csak muszáj koncentrálni egy picit a játékra. Abigail, hol vagy? Akartam, a sekbe megyek. Az a célom. Itt van egy nagyon rossz palet a seknél. De egy ide jöttem, de... jöttem. Köszönjük a raidet! Mindjárt nézem is. Köszi szépen, jégszív, mi újság, mit toltatok? Fortit. Na, jó tetted, az nálunk holnap lesz. Valaki ki el tud menni az Abigail-ért? Hol van? Most megijesztettél, Pati, a random hanggal, mert akkor kezdett el dobogni a szív is a játékba, ez most jókor nyomtad be. Igen, holnap lesz Kiara névnapja, és ahhoz készíti a ruhát. Na, holnap Fortnite Live lesz, majd ha bejössz, akkor felköszöntelek, igyekszem nem elfelejteni. Forti Miklós, azaz ősi magyar emberünk. Volt egy win, ügyesek vagytok. És Zero Buildbe toltátok, Buildbe vagy OG-be? Jövök. Hello! Hát, beáldoztam magam. Oké. Menekülj. Próbálok. Rajtam van úgyis. Hú! Lejött utánam. Gyorsan medkitelem magam, aztán megyek. Elfogyott a medkitem. Csak a Zero Build. Hát az OG se rossz mondjuk duóba. Ú, Amy jut eszembe, megcsináltuk a telefonos megszerezhető skint Szabival. Borzalmasan fos telefonon fortizni, ne játszatok rajta fortit. De attól független levineltük. Tudod, de elvileg lehetett úgy is megcsinálni, hogy nem telefonra játszol. Ó, hát mi megszenvedtünk érte, egy három meccset mentünk. Egyet megnyertünk.
Meg az SSO-val most szarakodtam azért, hogy meglegyenek a pontok, de gyakorlatilag csak az ilyen istálló, ganézás, itatás, széna lerakást tudom csinálni, meg hogy beváltam a napi 500-at, de a versenyek, meg az ugrás, meg a kanyarodás nagyon fostelón. Mert ugye nem voltam fölhillálva. Az volt a legszomorúbb. Jó, engem akarsz. A játótán már üzenik, hogy kiavították kötelező telefonnal. Az egy hiba volt. Ó, értem. Mindegy, megcsináltam én is telefonról igazából. Én azt hiszem, izét játszottam. Ne gyere. Lemegy a izébe. A toronyba. Jó, jön oda, ahol csinálom de az egyik izét. Jó, újra megcsinálom. Vettél már bazárból lovat? Nem, milyen lovak vannak és milyen áron, még meg se néztem. Igen. A Knapstrapper az ilyen 400-es cég, vagyis 389. Aha. Azokat annyira nem szerettem, a knabokat. Nem baj. Próbálkoztam. Mindjárt meg vagyok a generátorra, a srácok, egy vagy kettő perc és megvan. Ez a baj, én sajnos már meghaltam. Megvan, szép. Jó, már csak kettő kell, hogyha esti beszereli, Isten még egyet, akkor megvagytok. Jó. Köszi a kötést. Viszont ezután, most ez a kör után kell egy kis szünet nekem, mert le kell mennem ebédelni, mert anyukám mérges lesz. Jó. Jaj, én nem jó. Azt hittem, attól lett ideges, hogy mérges lesz az anyukája. Ez jó jött ki. Szóval... Most elmegyek, de... Jó. Kör végére visszajövök. Megbeszéltük. Egy körig próbálunk nélkülözni. Oké. Sziasztok, jó gémet. Jaj, pont szembe mentem vele. Az a baj, hogy nem hallottam honnan jön. Meg az a baj, hogy a szkétekkel is haltak. Szóval figyelj oda a szkétekre. Próbálok. Utána olvasok csetet, meccs vége fele nem tudok csetet olvasni ebben a játékban, bocsi. Engedem, hogy? Meg vagyok már. Felé Jó, ne szedjétek be már. Ó, csász meg, hogy rám hozod! Alapjárat, jó. Én meg direkt megfordultam, hogy majd ott leakasztom a nem tudom kit. Hát én vagyok felakasztva. Hozzád akartam menni. Már a bőle az már. Köszi a csatorna pontokat, Émi. Az ördögi kacajt. Le tud menni. Ugyanom. Nem sem, mindegy. Ott van hátul a kapu, ott le tudsz menni. De minek menjek le? Mert lent van az estőfön alakasztva, nem fent. Ja. Én vagyok egyedül alakasztva. Gyere. Thank you. De menjünk innen. Ne itt állj meg, vagy jó, hát akkor meghílellek. Mindegy, mert nem fog addigra odaérni, mire őt kérdeled. De ide ér addigra, úgyhogy indulj már el. Már itt van, mi az, hogy nem fog? Még itt volt fenn. Hát nem, ott volt, már hallottam a szívdobogást, mikor mondtad, azért csodálkoztam. Mert még itt volt fenn. Akkor meg tud teleportálni, vagy valami. És egyből meg is voltam. Hát megpróbáljuk a generátorokat innen, már mindegy. Én engem is lesebzett. Meg ki akartam jönni, és az S beállt elém, és konkrétan... Seki nem engedett, meg le is csapta az S meg engem is.
Hát csak egy kis ütést. Most fog lecsapni. Mondtam. Ez a baj, hogy a hatchet sem tudom, hogy mára volt. Már azon ki tudtam volna, nem? Ne lógjunk. Meghaltam. Pedig én még először voltam, azt hiszem, akasztva, nem? Másodjára. Ja, már másodjára, akkor valamelyik kimaradt. Na most várjatok egy picit, mert olvasok csetet, aztán megyünk tovább. Kis pillanatot kérek. Szóval Zabi az jelenleg elment a kajára. Igen, igen, ő mondta is. Na szóval, igen, ezt olvastam. Délelőtt lesz holnap a fort, ilyen 10 óra körül. Igen. Amerikai foltos lovat vettél, ez tök jó, hogyha még nem volt. Sikerült kimaxolni a szupermarket szimulátort, minél több cucc van, annál jobban szétesik a játék. Ezt én még nem tapasztaltam. Legalábbis én most toltam 4 órát live-on kívül, és nekem jól ment minden. De mit értesz az alatt, hogy szétesik, lefagy, vagy sok a bug, vagy mire érted? Indíthatjuk közbe. Utolértem magam, csak ennyi. Illetve Jégszív írta, hogy sajnos kb. Párnapos szüneten. Mi történt a párnapos szüneten? Gyertek el, meg gondolom az Abigail-re a szoba. És most ugye az Abigail az akkor. Ja, oké, megpróbálom. Most valami történt, várjál, elindult, vagy mi? Nem, átrakott. Nem, ez nem ti vagytok, vagy de? De, ez mi vagyunk. Meg nem mondtam volna. Ja, de tényleg. Elkezd szaggatni. Na majd kíváncsi leszek én mondom, nem tapasztaltam ezt. De mi, hogy nagyobb a boltod és belaggol, vagy mi? Nem tudom elképzelni igazából. Morgan 5.49, Apalooza 4.99, Amerikai Foltos 4.99, Knapstupper 3.99, Norvég Fjord, Izlandi Finló is bekerült. Na Norvég Fjordra lehet, hogy ránézek, ha azt tudja valaki hol van. Uh-huh. Köszi az infókat. Ez az a fjord? Nem tudom, őszintén. Mert az van egy, ami valamelyikben van. Uh-huh. Ami egy fjordló. De gondolom az lesz az. Ez egy jó kérdés. Ja, a bazár Pinterődnél van és oda tették be. Jó, köszi. Igen, majd rálesek. Most azt nem néztem őszintén. Minél nagyobb az üzlet, több vásárló, több cucc vásárlók miatt. Na hát azért reméljük, hogy ez nem lesz így végig. Ez a megfelelőleg jó. Nagyon-nagyon rezonál a hangod. Hát tudok vele mit csinálni. Tudom. Mivel plusz 18-as a játék, elnézést rácok, de bassza a fülem. Itt nekem úgy két alakváltása van. Van a farkas, meg van az denevér. Áj! Rám is jött! Ez denevér volt szerintem. Ez ilyen vámpír zene, szóval nagyon jó a zenéje amúgy. Esküszöm, megállok hallgatni a zenét. Próbálok elbújni, de ez Zsák utca, azt hiszem. Aha, sikeresen kijöttem Zsák utcába, gratulálok magamnak. És repül denevér formába. Nem talált meg! Beálltam az ajtó mögé és nem talált meg! De hogyha megmozdulok, akkor tuti észrevesz. Ha!
Hello, csókolom! Hát, ennyit erről nem talált meg ről, de mókás volt. Elhittük egy másodpercig, hogy nem talál meg. Igen, hogyha akkor lehet tovább ment volna, de hát már meg volt. Lógok! Na kíváncsi leszek a farkas verziójára. De ez a map nem jó, mert mint hogy pici. Ez a map azért nem jó, mert konkrétan nem vagy egy jelen zárt. Igen, úgy értettem, hogy nem tudsz hova elmenekülni nagyon. Ó, jön a farkas kutya! Elkapott a farkat, mondjuk legalább bemutattuk, rohadt jól néz ki. Igen, amúgy a farkat az jól néz ki, de nem előre még az is aranyos volt. Másodszor lógok, azt hiszem ebből gyors halál lesz. Igen, mert most szerintem a mindenkinek rajta van az, hogy tanelőzzük ki az embert amúgy. Bocsánat, csak közben bejöttek hozzám, és az a vicc, hogy... Hogy konkrétan telébe eljött mellettem, és nem vett észre. Tehát, hogy... Elbújtam. Szegény Dév, igen. De ezt hogy vesz észre, mikor el vagyok bújva? Nem tudom. Meghaltam. Nem baj, nézlek addig titeket meg. Addig most legalább tudok csetet olvasni. Rip. Ó, szia! Kösz a hitet! Lehet érzi a vérszagot? Nem tudom, de gyanúsan olyan volt, mintha tudná, hogy hol vagyok, pedig full nem volt lent. Ó, bazd, nyugi, nem spektétre mentem, bocsi, vagy várjál, vissza tudok menni spektételni? Ó, bocsi! Jaj! Okay. Vissza tudok menni spektételni, srácok? Nem tudsz visszajönni, nem tudsz visszajönni spektételni. Akkor addig kijövök tőletek. Ugrálj már rám! Bacsim voltam a bolond, hogy rád vittem. Igen, addig viszont lenémítelek titeket, mert itt semmi értelme, hogy beszéltek, hogy nem látjuk. Abi, menj rá, hogy Current Tom. Az hol van? Addig kijövök a Discordból, mert nagyon zavaró, srácok, bocsi. Vagy addig le tudjátok magatokat némítani? Kérlek. De nem is vagyok ott, tehát hogy érted? Én azt értem, csak azt mondom, jó, akkor lenémítelek én titeket Discordon. Na, ezért nem szoktam szeretni az ilyen stílusú dolgokat, hogy kijövünk, és akkor még utána ott folyik tovább a párbeszéd. Gyere, Abi, és mondd, hogy mit csináljak, mert most már csetet se látom. Köszi! Jó, ott rámész arra a szemre oldalt. Igen. És rosszat választottam ki, gondolom. Mert... Igen, másikat, mert azért nem kapsz a betelpesszes dolgot, és akkor mennyire ott felül, hogy Current Tom. Ah, oké. Okay. Bal felül. És ott a... És akkor ott a... Ami az a alsóra mennyire ne a koponyásra, okay, hanem okay, a okay. Alsó, rendben. Csak egy ládát kell kinyitnod. Hát azért ha találunk ládát.
Ezt elszúrtam, elfelejtettem spectétre menni. Be tudsz olyan perket tenni, amire, ami miatt látod a ládákat amúgy? Azt mondjuk berakhatjuk. Akkor a loadout? Várj. Azt sem tudom, hogy az... Ja, ott van, aha. Igen. És akkor olyat tegyél be, ehelyett, hogy ott egy ládás, ott van. Ezt, egy ugye? Igen. Így. Hm? Oké, okay. Csak várjál, megint ledobta a csetet. Imádom. Hol a chat? Egyelőre, ja itt van, áttette a másik képernyőre. Ezt a részét nem szeretem. Jó, oké. Ők még mindig meccsben vannak. Akkor addig átmegyek hozzád és utána jönnek, addig menjünk egy meccset, ne várjunk végig. Jó. Back tudsz hívni? Aha, szerintem igen. Elvileg meghívtalak. De azt a Steam-en jelezte ki, és nem itt. Ja, várj, akkor mindjárt. Mert szerintem... És azt akar írni, hogy játékindítása. Igen, igen, egy pillanat. Jó. Vagy te is meg tudod nézni, hogy ott vagyok-e a friend listen oldalt. De hogy jövök ki az ő csapatukból? Ja, leave party. Igen. És akkor úgy, ahogy meghívnál embereket. Sőt, az is úgy, hogy kilépsz, és akkor én megyek be a te lobbidba. Nem tudlak invite-olni. Be tudok lépni, be tudok lépni. Ja, jó, jó, jó. Nem tudom, valamiért a Steam-em azt jelzi, hogy offline vagyok, és azért nem lehet hívogatni engem. Igen, ezt mondta Júlcsi is az előbb. Na induljunk egyet-ketten, és akkor, ha végeztek, a lányok megvárnak minket, és utána visszakapcsolom rájuk a hangot. Jó. Jaj. Hozok neked egy ilyen szép medkitet. Szép fehér. Ami hogyha felhíleled magad, akkor ilyen konfettiket lő. Ó, az jól, jó hangzik. És hogyha kimész vele, akkor megtartod oda az itemet is. Na, augusztus 20-a után még itt konfettizünk. Jól megy. Igen. Nos, még a lovak, Norvéd, Fjordló 4,99, Gotland Pony 3,99, Finló 4,99, 8 darabról érkezett. Köszi, köszi az infót. Na, ott a Lara. Jó kidolgozták ebbe a játékba is. Jó megcsinálták, meg a vámpírt is. Nézd, nekem is megvan, és nekem van egy ilyen nagyon menő outfitem. Ilyen, várja. Nézem. Ooooooh! Nagyon jó. Ez a mostani Battle Pass-ben van. Aha. Nagyon jó. Tényleg jó kidolgozták. Ez a vámpír meg, hogy így átváltozik farkassá, meg minden, ez is tök jó. Igen. Köszi Szabi a csatorna pontokat. Tényleg az előző körben játszottatok az új killer ellen, vagy nem? Játszottunk, csak egyből kétszer felakasztott engem, és azért haltam meg. Áthozták a Tomb Raider multiból a ruhát, írja Émi. Igen, amúgy szerintem mindegyik, hogy a játékokból lett inspirálva, szóval nincsen egyedi ruha. Igen, igen. A behavior talált ki. Ez szerintem tök jók. Tök jókat hoztak át rá. Ez melyik? Egész gyors be is töltünk. Aha, tényleg. Ez egy alappálya. Amúgy az van még ilyen érdekesség, hogy kicsinyítettek a pályákon. Ó, látom, meg a doboz jelöli rózsaszínen. Igen, igen, igen. Akkor ezt kinyitod. Akkor meg is van a quested. Tényleg megvan. Legalább PS1-es Larát hozták volna be. Amúgy van olyan outfit, ami a
PS-ről lett. Na most olyan killer van, hogy Ghostface. Az baj. Tehát, hogy ő el fog bujkálni, és akkor majd csak hallasz ilyet, hogy be vagy stalkolva, és akkor ilyen megjelenik ilyen piros videóka a kis ikonodnál, és akkor ott egyből le tud ütni. Az szép. Leüt, és én most oda tudok menni, mert most látom, hogy hol jön. Igazából, hogyha nézed elvileg, akkor pedig ha rá viszed a kamerádat, akkor nem tudsz stalkolni téged. Na pont jöttem én is ide, de akkor sziasztok. Rendben, köszi én, hogy itt voltál és kitartást a melóba, majd a Rémennél is várlak, hogyha időd engedi, nézd be. Most a Larát találta meg magának. Azt hiszem, akkor ez egy gyors kör lesz. Megkeresek és odaadom a medkitemet. Jó, itt vagyok egy doboznál. Mondjuk ez nem mond sokat. Keresd meg azt a kis házikót, a kis faházat, ha úgy van. Mindjárt halok. Az a pálya közepe fele van. Ja, ott van a környékeden? Igen. Jó, akkor... Megvan a ház, a nagy ház. Látom. Várjál, ott a gyilkos. Bejöttem a házba. Ó, megyek, cserélek veled özét. Várjál. Itt vagyok, tessék. Vegyem fel. Aha, és majd hogyha megkéled magad vele, akkor izé lesz ilyen... Jó, amúgy várjál, mert azt hiszem itt volt valahol a... Aha, ott van a gyilkos arra. Uha. Ide jön. Futás. Eltalált. Jó, oké, nem baj. Fuse. Futok. Semmi bajes. Nem lehet, mind a végeztek. Ajaj, rám jön. Menekülj. Jó. Próbálkozok. Keresse a generátort, meg hiled fel magad a medkittel, és akkor majd így, hogyha nem rontod el a skill checkeket, akkor konfettizik. Csak ha nem rontom el. Igen, mert úgy van, hogyha elhasználod a medkittet, akkor konfettizik. És úgy van megcsinálva, hogy a medkit az elég pont arra, hogy felhíled magad. Ott a konfetti! Köszönjük! És még hangeffekt is volt. Hát nyilván akkor... Na, próbálj meg valakit felszedni a földről, felhílelni, mert most felszedett engem. Aki a közeledben van, azt híleld fel. Jó. És akkor most menjetek a másik emberre is, ha tudtok. Jó, próbálunk. Ha úgy van, amúgy valamelyik őtök jelsz leszedni engem. Észrevett. Próbálj meg menekülni. Akkor ne gyere erre, akkor menekülj, amerre tudsz. Jó. Hát nem nagyon megy utánad. Ha találsz ilyen palettát, amit le tudsz dobni. Tudom, de nem látok. Ja, nem baj. Próbálkoztam. Még az első akasztásod lesz, ez még nem gond. Nem a második? Nem, még csak az első. Ja, lesz. Tényleg. Ha akarna. Ah, most a megtomasztra megy. Igen. Ajjaj. Jó, nem baj, szerintem amúgy őt fel is veszi. Aha, akkor aha. Megyek, felhílelek. Jó. El tudsz menekülni. Kereshetünk egy generátort, majd jön a Lara is megmenteni. Látom. Majd az kéne amúgy majd... Igen, menekülj, futás. Itt van mellettünk.
Leszedem. Jó. Most elment a Larára. De keresek egy generátort amúgy. Healed meg, ha meg tudod amúgy a csapattársat. Észrevett minket. Maga futás, meneküljetek. Bebújtam gyorsan egy szekrénybe. Próbáld meg azt, hogy keressel ládát, mert ugye látod a ládákat, azokban van medkit, hát ha találsz. Most tudja, hogy bent vagyok a dobozba. Igen, mert amúgy, hogyha meg vagy sebezve, akkor ő hallja, hogy te nyugsz. Hát ez ennyi volt. Nem baj, még mindig, még nem lettél akasz, szóval ez az, az első. Mert ugye az előbb... Tényleg előbb csak leütött. Persze jégszív, kérdezz nyugodtan. Ha tudok, akkor válaszolok. Itt egy doboz amúgy mögöttem konkrétan. Jó, majd akkor leszedlek és akkor izé. Meghillalak, utána megkinyíthatod. Oksi. Hát, ha túlélem addig. Ó, oh, ott van az izén. Meg a tetején. Hagynak a tetején van, amit melletted van. Már nincs, basszus. Ajjaj. Hova tűnt? Na én ezeket a killereket nagyon nem szeretem, akik így... Aki ilyen agresszív? Híznak. Nem, akik ilyen sunyiba kukkolnak, aztán egyszer csak így lezsapnak. Hali Zsolt, Mizu. Az aki tényleg olyan killer, mint ami a DBD-be kell. Na igen. Nem szeretem. Amúgy, ha úgy van, kinyithatod a dobozt, hogyha nincs a közelben. Már kinyitottam. Ja, jó. Kaptál egy kitet, vagy? Aha, el? Igen. Akkor tudod healerni. Vagy valami doboz, de már észrevett. Ó. Oh. Eddig tartott. Egyes emberek miért hazudoznak, pölöl a live-omnál. Hazudoznak. Ez így még elég homályos. Ezt nem tudom, hogy hogy kell érteni. Név nélkül mondhatsz konkrét példát, mert nem szeretem, hogyha valaki valamit állít valakiről, meg ilyenek. Tehát az olyan a név nélkül, hogy értsem, hogy mire gondolsz. Minden szuper, Shadow of Mordorozok. Hát az nyilván, hogy gyűrűkurás játék, ugye? Azzal nem játszottam. Jó játékot, meg jó pihenés. Jól vagyok, reggel jöttem haza munkából, retek fáradtan. Nagyon fárasztó volt az éjszakai rész most. Nem... Az van? Jövök nem, fel. Jó, akkor felhílelek. Jó. Nem nagyon tudtam pihenni, aztán azért is kezdtük 11:40 után az egészet, mert muszáj voltam pihenjek. Mere, meg itt is fel tudlak hílelni szerintem. Jó. Mere. Csak egy szintre kell menni a lépcsőn, mert... Ezt a hülyeséget. Mert különben izé... Mert nem érsz el! Mert így is elég érdekesen néz ki, tehát hogy én elvileg a hátadat simogatom. Előről. Igen, meg hogy így nem tudom. Hát igen, a lábad közé vagyok hajolva majdnem, de engedd el. Igen. Valóságban furán néz neki. Bár ha azon múlna, hogy ne vérezzek el, akkor bárki lába közé behajlok. Nem félre érteni. Persze. Köszönöm szépen a követést, Krisz. Te még nem követtél be? Na, amúgy már csak két generátor kell. Még hárman élünk. Tehát ez igazából meg lehet, csak jaj, igen. Pont a larám van. Jaj, kikövettél, rossz helyre nyomtál, semmi baj, a lényeg, hogy visszataláltál. Jaj, Larán van, jön velem szembe, a szarügy. Ajaj. Akkor másik irány. Mi újság van, Krisz? Ma nosztalgiázunk gyerekek délután, toljuk az alaprément. Már várom, mondom, ezzel felrédzselem magam, azon meg majd kiengedem a feszültséget. Remélem, a
a rágyos. Fel tudom. Nem mindjárt tudom, olvasom, jégszív, egy kis türelmet kérem. Csak vannak játékok, ami chilles, mint például a Supermarket Simulator, meg van, ahol figyelni kell, mint itt. Hát, ja. Itt nem tudok bármikor megállni. Lehet azt venni a Laráért, hogy felhíled? Megpróbálom, ha megtalálom, merre van a földön? Jó, basszus, pont erre vagy, ojjaj. Az baj. Akkor megyek én. Jó, engem elkapott. Úgy értem, hogy beszólnak nekem, aztán ír egy unben kérelmes, hogy nem akart rosszat mondani, de részeg voltam, és bocs, bár nem szokásom neveket mondani és írni. Én törlöm a kommented, mert kértem, hogy név nélkül írd. Így kitöröltem. Hát figyelj! Kezdj el hílelni magad. Az, hogyha valaki beszól, vagy utána azt írja, hogy bocs, részeg volt, ezt nem tudhatod, mármint, hogy van az a szituáció, amikor részegen beszólsz valakinek, ezt tapasztalatból mondom. Hogy én is vérig tudom sérteni részegen a legjobb haverjaimat is. Mondjuk nem sűrűn szoktam részeg lenni már, azért abból kinőttem, de... Hát figyelj, egyszer-kétszer azt mondom, hogy ez még elfogadható indoknak, de amúgy meg akármikor nem. Tehát ha mondjuk ötször játssza be ezt a kártyát, hogy részeg volt és azért volt bunkó, meg mondd meg, hogy neked attól rosszul esett, meg a, hogy mondjam, attól, hogy valaki részegen beszól, az még nem jogosítsa fel, hogy bármit csinálhat, mert részeg. Tehát, hogy ezt a részét is megértem, jégszív. Hát figyelj, Max, mondd meg neki, hogy nem esett jól, és legközelebb ne legyen ilyen, ha meg lesz, akkor tízs le a faszomba. Mármint, hogy elnézést. Ja, de igazából ezek a ivós live-okat se értem, hogy ez mi a lényege, mondjuk sok esetben akkor történnek olyan dolgok, amik így leírják a streamert egy életre. Amúgy igen, veszélyes is, tehát hogy én gondolkoztam ilyen felesezős, mit tudom én, Fortnite kihíváson, de nem égetem le magam. Hogy ahány kill, annyi feles, én nem rúgnék be, de attól függetlenül egy idő után lőni nem tudnék. Lehet, itt lesz mindjárt. Aaaaaah, telibe! Jaj, de megijedtem, úristen! Halli Phoenix, ma már másodszor köszönök neked. Ezt te még nem értheted, de tényleg így van. Hidd nekem! Lehet valaki úgy részeg, hogy elkezd nézni Twitch live-ot? Hát, mi a szar érne? Tehát részegen is bekapcsolhatja a Twitch live-ot és írhat. Sajnos ez ilyen, szólásszabadság van. De igen, ha az a kérdés, hogy le lehet-e ülni részegen Twitch elé, le. Sőt, részegen szarrá lehet kommentelni a Facebookot, jó, Instagramot is, azok se jó dolgok. Push. Úgyhogy hidd el, hogy lehet. De én azért azt hangsúlyozom, hogy nem támogatom azt, hogy valaki részeg legyen, meg ilyenek. Én ezeknek ellene vagyok. Az, hogy iszok egy pohár bort, vagy egy sört a nyáron, mondjuk ittam 4-et, az szerintem full korrekt, mert néha jól esik, vagy ünneplésre, de hogy amúgy az alkohol rossz, hosszú távon és nagy mennyiségben. Na igen, az se jó, hogyha valaki úgy ül kocsiba, vagy biciklire, vagy motorra. Ha találsz meg ládát, akkor azt nyisd ki. Ja igen, megvolt, de egymás után 4-et? Nem egymás után ittam a 4 sört, jó van? Megtudnám. De nem az első ilyen, aki beszól. Akkor tízd le a picsába őket. Tehát, hogy most csúnyán hangzik, de az, hogy két nézővel kevesebb, az kit érdekel. Nekem is volt, akit le kellett már tiltanom. Én is néztem már Dave-et ittesan, de nem aljasig lerészegedve. Az SSO live-ra gondolsz, ahol mindenen röhögtünk, mert becsíptünk Janával az egyik szilveszteri live-ra? Konkrétan minden elé oda tettük, hogy szar vagy fing, és röhögtünk. Nagyon-nagyon élmény volt. Jó, de ott még 4 évvel fiatalabb voltam, vagy 5-tel. Filmcímeket mondunk, hogy Alibaba és a 40 fing, meg ilyenek, és ez volt a vicc. De ti is röhögtetek, azért ezt hozzátenném. Fing kenyér. Igen, onnan jött a fingós kenyér, igen. Mondom én, hogy rémlik azért. Uh-oh. Mi ez a zene?
Szerintem utánad van. Ja! Aha! Ajaj! 50 első fing. Jó, hát ez még most is vicces, na. Szerelem első fingig. Ez ilyen. De most ne kezdjük el Dead by Daylight-ba is, jó? Jó, köszönjük, zárjuk most le. Most leszállt rólad a kiakas. Ez az, egy fing és más semmi. Ez egy csodás játék, mindenkinek ajánlom. Szegény Abi meg közben koncentrál. Ja nem, most amúgy már barátságosba váltott, azt hiszem. A killer, nem tudom eldönteni őszintén, mert hogy itt, most itt mellettünk van. Konkrétan itt. Ja, látom, minket. Látom. Itt van, látod? Aha. Konkrétan itt van a Ghostface. De van Google-ban, mint mi. Lehet, hogy most aranyos. Lehetséges. Ez igazából csak jó, mert plusz pont. Igazából. Igen. Szóval amúgy Phoenix, azért köszöntem kétszer, mert Prohangerit lefőnixeztem ma. Majd érdemes visszanézni, ha felkerül VOD-ba. Tényleg srácok, YouTube-on a VOD-ot azt nézzétek vissza. Ez nem ilyen parancs jellegűen mondom, hanem hogyha szeretted a live-ot, akkor legalább a VOD-ba dobj egy like-ot, csak ennyit kérek, hogy az algoritmus lássa azt, hogy szeretitek, amit csinálok. Köszi. Meghilelek már el. Amúgy milyen menő kis toolboxod lett, ezt ugye? Beleheted már? Miben nyomom bele? A generátorba. Ja, ezt még nem nyomtam bele a generátorba. Izé, oldalt ilyen szürkén mutatja a toolboxnak azt a csíkját, vagy fehérem? Már elrakod? Megnézem. Szürke, akkor már elvileg ki van használva, de megnézem. Ez... már üres. De amúgy ezt is kivéheted, mert amúgy szerintem nagyon szépen néz. Jó, akkor add vissza. Igen, ez a toolbox olyan, mint az ex barátnő, már ki van használva. Várjál, gyere erre. Erre mentél. Én erre. Gyere. Jó, jövök, követlek. Keresünk egy generátor. Itt van egy, ott pont egy. Ez még egész jól is van, tehát ezt befejezzük. És akkor kibírod vinni a toolboxot. Az érthető a P meg Hungary. Igen, tehát végül is. De hogyha valaki jönne Phoenix névvel, F betűvel, lehet, hogy azzal is összekeverném. De egyszer be akartok trollkodni, akkor mindenki átírja Phoenix 1, Phoenix 2-re a nevét, és akkor így... Ja nem, ezt egyszer beszéltük, hogy legyen ilyen live, aztán hála az égnek mindenki elfelejtette. Ha nem az, hogy Phoenix 1, Phoenix 2... De ott van egy kapu, oda mehetünk, vagy ehhez a kapu. Jó, de akkor induljunk együtt valamerre. Menjünk erre, merre. Merre viszont először, gyere, nézd, figyelj! Fel tudom szedni a paletet. Ez csak ilyen perkel lehet, ami nekem van. Uh-huh. És hogyha most ledobod, akkor megint fel tudom szedni. Dobd le! Olcsó játék hülye gyerekeknek, de amúgy igen. Jó, menjünk! Arra még fel tudom szedni. És ezért fogjuk elbukni. Nem, mert jó fejez a killer. Ide jövünk a... Amúgy kinyitotta a másik kaput, azt hiszem, de kinyithatjuk ezt. Akkor nagyon jó, hogy erre jöttünk. Nem baj, nyissad. És meg ebbe is erőlködik, amíg lehúz. Ez az. Nyisd gyorsabban, gyerünk! Bum a fejbe. Húz bele. Jó, meghúzod a hajam. Ja, fektépem a hajad. Beleakad, mert olyan göndör a kezem, beleakadt a hajadba. Kijutottunk, hát a profizmus. Az első kiutás. Igen, Unite-ban most akartam átnevezni magam Richard Kára, de foglalt volt. Miért pont Richard Ka? Így is Meltem Mesre is átírtam magát japán névre. Ezt én is néztem, hogy mióta vannak japán ismerőseim Unite-ban. Ez szép volt. Na és akkor mindjárt vissza is hívjuk S-éket. És akkor kész lett a küldi, várjál. Igen, azt fogadd el és vegyél fel egy új küldit, és akkor tudunk. Tudsz haladni a Battle Pass-be is. Ez az. Ezt fogadj, ezt. Igen. Az a skill check, és az amúgy nem nehéz. Annyira. És akkor meg is jöttünk, és akkor vissza is adom a hangot a lányokra.
Közben amúgy szerintem szintezhetsz új karaktereket, mert nagyon sok blood pointod van, másfél millió majdnem. Na, majd fogok. Ready. Még egy vagy két meccset megyünk meg, közben az időt néztem, hogy majd lassan kezdek éhes lenni. Én szerintem egyet jövök, még hogyha ilyen hosszú lesz. Jó, ha hosszú, akkor lehet egy. Le kell érnem a izére. Le kell érnem személyzetre. Ó, majd ősszel nekem is mennem kell valamikor. Jana meg most volt személyzeten, a múlt hetekben lett kontaktlencséje. Az még sose volt neki, aztán most még tanulgatja, igen, hogy kell betenni, kivenni, de hogy mondta, hogy még most ilyen 8 amúgy perc. Amúgy egy hét alatt meg lehet szokni, nekem is van kontaktlencsém, nekem az, hogy már el van szokva a szemem tőle, mert én a sport miatt használtam. De meg lehet szokni, csak egyetlen dolog, hogy ne legyen hosszú kör, mert úgy nem bírja kivenni rendesen. Jó, ezt majd mondom neki, meg mondta, hogy az a... Elvileg tönkre lehet tenni a hosszú körömmel. Hát igen, mert ugye nagyon könnyen szakad. Phoenix, én is így vagyok vele, hogy én nem akarnám bele nyúkálni a szemembe, mert mondta, hogy nekem is legyen a szemüveg helyett, én meg mondtam, nem ezerszer szemüveg, én nem nyúkálok a szemembe. Én nem. Ha valaki idejönne és azt mondaná, hogy na Dave, adok neked 200 ezeret, ha belenyúlsz a szemedbe, még lehet akkor is azt mondanám, hogy nem. Félmillió év belenyúlok a szemembe, de azért ne próbáljátok ki. Ne próbálj félmilliót donételni! Ne próbáljátok ki a meditation. Igen, tudod meddig nyúlok a szemembe? Még a csipát így kiszedem és annyi. De akkor se bele! Igen, akkor is csak a szemem. Amúgy semmi extra nincs benne. Tudom, Jana is mondja, de annyira undorítónak néz ki, mikor itt szétizéled a szemed. De hát mondjuk kinek mi, hát na. Nem a szemedben nyúlkálsz, hanem a kontaktlencséhez. Értem, csak na. Viszont amúgy egy idő után meg már olyan simán bele tudsz nyúlni a szemedbe konkrétan. Tehát én azzal izért... Azzal ijeszgettem apáikat, hogy nézzétek, és akkor így, csak így belenyúltam a szemedbe. Nézzétek, és így megforgatta a szemét! Vagy nézzétek, és kiszedte. Jó, nyugi. A bal szemem! Amúgy izé ellen vagyunk a xenomorf. Igen. Phoenix, ez a baj, te is ilyen vagy, mint én, hogy nekem már gyomorgörcsöm van most, ettől, hogy elképzeltem, hogy kiszedi Abi a szemét és a fal zsebébe beleteszi. De nem szedem ki, nyugi! Jó. Úgy jön, megadtunk futás. Ott jön. De viszont úgy néz ki ez az xenomorf, ez így négy kézláb mászkál. Elég vicces teremtés. Szörnyű. Látom a izéjét, csak üldözőjön. Itt van valami nagy doboz, fegyverrel. Igen, azt ilyen tüzes izét le tudsz tenni neki, hogy megzavarja. Hova tegyem? A generátor, hogyha van a közelbe generátor, akkor a közelébe tegyed szerintem. Hát itt semmi nincs, csak egy döglött emberek a földön. Itt egy generátor, de ez nem működik. Jó, hogyha közelébe leteszed, amúgy. Nem megszoktam. De nem tudom, hogy hol vagytok, én csak itt fent kóbászolok. Az jó, hogyha ott fent találsz egy generátort. Vagy az is, hogyha lehozod amúgy. Lehozom. De amúgy van a, most olyan izé, majd kikapcsolja a tureteket. Én mit kikapcsolt. Jaj, elkapott! Jaj. Megyek, megyek, aha. Alien, alien on the floor. Rohadjál meg! Meg amúgy az a jobb az alienben, hogy neki a, ez a húk, húkja, hogy amire feltesz, az a akasztója. Ez ilyen különlegesen néz ki, de csak neki. Aha. Hát nekünk nem, tudod, csak ő látja. Vagy? Igen. Hát mi is látjuk. Ja, mi is. Tehát, hogy neki mindig ugyanúgy néz ki, és akkor így, hogyha ellene vagyunk, akkor tudjuk, hogy... Aha. Le tudtok szedni? Vagyunk. Ha, mindjárt megyek. Megy... Tudsz menni érte, Júlcsi? Igen. Zsolt, neked is van kontaktlencséd? Erre nem emlékszek, mert téged szemüvegbe láttalak, úgy emlékszem. Hát én egy bőrhalat is, hát jó. Még nem, még van egy hoop stage-ed.
Másik, ezt a gémet nem tudnám játszani szabadulóként, csak killer lennél, Phoenix. Nincs meg neked, mert akkor legközelebb jöhetnél. Nem, meg killerlek. Köszi. Hát most jobban beszorítottál a térdeit közé, de ezt engedjük el. Hát még mindig nem találom a hátad közepét. És nem is a hátamat nyomkodod, hanem a levegőt. Igen, így. Ó, itt van. Hát ezért fontos volt a hátamat masszírozni. Hát figyelj, legalább nem összeesél egyből. Ez az. Jó, nem jön utána. Hát kb. Amúgy a gólamot is így képzelném el, hogy így rohan utánunk. Gólamot, hát jó. Én szeretném, akkora nagy lenne. Hát már így is azért, tudod, van a Chucky is benne van, ugye? Az is ilyen. Igen. Kicsi. Hogy tudod lerakni ezt a mit mondtál? Mert megint kivettem. Ja, ide. Azt hiszem bal vagy jobb, de írja. Igen, megtaláltam, igen. Oké. Egyet leraktam. Csak killer, mert paráznék, hogy elkapnak, nagyon beleélem magam. Én a fazmofóbiában vagyok, úgyhogy megijedek a szellemtől. Amúgy ott van előtted egy generátor gave? Mondom, gave. Nem hát, tudom, hogy akartam mondani, de gave lettél. Nagyon jó. Tudod a toolboxoddal szerelni. Ja, az jobb. Gyorsabb. Igen. Ne, jön ide! Ne, gyere! Ez az dép, nyomod a generátor. Mindjárt kész. De mindjárt megtalál. Itt is volt valahol ez. Nem áll, egyet kellett volna még a questhez! Te szemét! Nem, várj, meg lehet. Várj, merre voltál? Ja, várj, fent. Meg vagy. Meg vagy. Ja, menjünk, azt leszedem. Jó. Pedig majdnem kész lett, de beleütött a generátorba. Ez az ég ilyen, te rohadék! Lezos, lejöttél! Oké, futás! Meneküljetek! Megérte letennem a perzselőt! Ah, véletlen felvettem a turretet! Azt pont láttam! Volt kontaktlencsém is, de a szememnek valami cilinderes hülyesége, amit nem tudom elmagyarázni, ami miatt kontaktlencse sose lesz teljesen jó nekem. Ó, értem. Texasi láncfűrészes hasonló, mint ez, csak az még parább szerintem játék? No. Amúgy az ugye... Hello, meghílelsz majd? Valaki szedjen le. Gyors, meghílel engem, esi. Jó, mert második körre vagyok felrakva. Ott viszi a következő embert, az a szemét alien. Jó, csak én meg ha elrontom a space-t, meghalok. Tacski, megyek, mindjárt rohanok. Te mész Julcsér, én megyek Dévér. Jó. Ez egy hajszálon múlott. Nagyon tudok. Köszi a jumpscare hangot. Annyira utálom, hogy itt össze-vissza vannak az ajtók, és soha nem tudom, hogy melyik van nyitva, melyik nincsen, de odaérek szerintem. Vagy nem, már kétszer majdnem mellé ment. Futás. Engem gyere, rám gyere. Gyere, öcsi. Amúgy gyorsan híleljünk, aztán utána mehetsz generátorozni. Jó, csak gyorsan. Jó. Ez nagyon jó lett. Akkor futtok. Az így jó néz ki, hogy így hároman itt vagyunk. Köszi, gyorsan föl.
Megpróbálom azt az egyet, tudom. Hát vagyis hát jó lenne. Ó, oh, kimorizott? Ó. Oh. Nem találom azt a rohadt generátort. Ja, nem így pirosan jelzi elvileg. Jó, megvan a feladat, szuper. Meg, köszi. Kijövök és leteszek neki megint egy ilyen szart. Jó. Én is lerakok most egy turretet, mert... Hogyha megtalálnám. De ez vicces, ahogy megpörköli. Megpörköltem! Ez az. Nem érdekelte. Hát ez azt mondta, hogy nem érdekel. Ja. Tás van. A futás. Nincs cél, ezek szerint meg lett a zumba, meg. Előző live-ban, nem is tudom mit tartottam. Elhozom ide a másik turrethez amúgy. Jó, oké. Kocsma szimulátor vagy melyik? Mit játszottunk legutoljára srácoknak? Kinek jobb a memóriája, mint nekem? Miből volt live legutoljára? Még nincs kinna volt, csak kérdezem. Ja, Heroes! Tényleg, a közben lett meg. Nem bírom letenni a turretet. Futás. Ja, hogy nem bárhova lehet, aha. Úgy hallom, megint eltalálta. Oh-oh. Aha. Csináljad a generátort nyugodtan. Jó, nyomom. Elszórakozunk vele. Mindig rajtam van, aha. Lehet, hogy most alattad leszünk, Dave, amúgy. Jó, hallom nagyon, hogy dobog. Felénél vagyok. Jó. Igyekszem még. Jó. Na igen, ez jó hosszú meccs lett, úgyhogy ez pont jó így lezárás meccsnek. Ó, Abit lecsapták. Nem baj, még van életem. Ááá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 
Vigulous! Oszosz! Élfogy, de meglett! Már csak negyede kell! Nagyon nem örül nekem. Mit a túlgatok felé, úgy van. Megcsináltam, srácok! Zabigért leszettem. Ja, most gyógyítanom kéne? Gyógyítanod kéne, Zabigért? Engem most meg fog harapnálni. Már én meg leszettem a Zabit a hátjáról. Szép! Ja, oké, mehetünk, keresünk még generátort. Egy pillanat. Lehet, hogy majd megyek Jócsnak. Kitett tankolni amúgy, vagy valamit csinálni. Jó, megyek, jövök. Csagolni, hogy... A generátor elvileg még lent van. Szép volt a végén, amúgy. Amúgy jó volt. Pont elment. Jó, gyors, meghírlek. Elkúszott az... Ó, oh, futás. Na, arra fussá. Itt egy generátorhoz még hozzásra nyúltak. Miért üvöltött fel a karakterem? Mert olyan perkje van a killernek szerintem. Ó. Oh. Itt meg havazik. Az a baj, itt a húg, szóval ez így nem lesz jó. Jó, amúgy figyelj, Dave. Én elengedem. Te meg majd... Szerintem keres hatchet. És akkor ez lesz az egy kimész hatchet. Jó, de ezt hol találok? Az mindenképpen lent lesz. Tuti, hogy lent? Igen, tehát nem kell felmenned semmi lépcsőn. De nem olyan, nem a pince lent. Az a baj, ami nem veszi fel Jócsit. De mennyire vagyok lent? Ja, most jó helyen vagyok? Ja. Igen. Viszont a turretet azt hagyjad, mert azt elvileg látja. Jós, tedd le. Oké, okay, Főnix. Kezdje el futni valamerre. Nem a izét megosztásba hátha. Vagy nem a megosztás, mi az a spektédbe hátha. Hát, ha látod valahol. Vagy hallom, aha.
Ugyanúgy akkor valami kis hűtőt keresek. Ha? Még ha hallottam volna, hát tényleg menj el a másik irányba. Merre az a másik? A mögött, mögéd, a jó fele mész. Erre? Aha. Ott van. Akkor ne. Jó, nagyon jó, fuss el. Nem látom. Csak lent lehet? Igen, igen, erre fele lent. Vége. Hát ha ezen a folyosón. Ó, shit. Nem baj. Azért megpróbáltuk. Sokat lát. Igen, pont belecsap a falba. Ó. Az igen. A sapkám. Lerágta a sapkádat. Le. De ez jó volt zárásnak. Látványos volt. Igen. Ah, jó volt ez, jó volt. Már hiányoltam. Azt beklémeljük, és akkor szerintem legközelebb, amikor hasonló jön, nyilván a Halloween-i héten ott biztos, hogy rakok, de a következő horror cucca az izé lesz Fazmo valamikor, amikor, azt még nem tudom, de majd úgy is jelzem időbe. Itt elméletileg valami meg lett. Majd rakok ki videót, mert máshogy lesznek a sulis időben a live-ok, például közösségi gémek az péntek, szombat, vasárnap, a többi nap meg inkább szóló. Úgyhogy, mert az annak is jó, aki dolgozik, aki sulizik, akkor hamarabb ráér. Úgyhogy köszi szépen, hogy itt voltatok, srácok, mindenkinek, köszi a meccseket is nektek, lányok, tök jókat mentünk szerintem. Mindenkinek jó étvágyat az ebédhez, kicsit kapcsoljátok ki az agyatokat, akkor Abi neked kitartás a szemészethez, vagy nem tudom, hogy köszönöm, mennyire igen, lesz igen. Megterhelő. És délután valamikor random indítom a rément, és akkor várlak titeket majd, látni fogjátok, pontos időt nem tudok, biztos, hogy nem kettőkor, mert még fél kettő, 3 vagy 4 óra körüli indítás lesz, úgyhogy majd várlak titeket, jók legyetek, sziasztok, és még átmegyünk egy raidbe, úgyhogy innen köszi-köszi, a Discordról lecsatlakozok, sziasztok! És akkor meglepünk még valakit, mert én is mindig örülök, ha raidet kapok. Úgyhogy gyorsan nézem. Alapjáraton. Hasonló vagy kisebb méretű. Hát itt várj elő, nem magyar. Mindjárt beírom, hogy magyar a szűrőbe. Igen. Lepjük meg most őt, Hogwarts Legacy-ba megy, nem, Dead by Daylight túlélős, találtam magyar gyerekek, átmegyünk hozzá, konkrétan. Úgyhogy, de most meg nem magyar, de azt írja, hogy magyar Dead by Daylight, de attól független, ja jó, látom, hogy van külföldi nézője, na lepjük meg, sziasztok.